Új szerepkörbe került a Nyíregyháza Spartacus korábban edzőként, szakmai igazgatóként, résztulajdonosként szolgáló Brek János, aki a hét elejétől 100%-os tulajdonosa a csapatot üzemeltető Kft.-nek. A korábbi tulajdonos Révész Bálint cégeinél több jelentős beruházás indul a jövőben, így ő hátrébb lépett, de elnökként és támogatóként marad a Sparinál. Felosztjuk a feladatokat egymás között, nekem a Mátyus Janival az a feladatom, hogy a csapat bajnokként kerüljön az MB2-be, és egy olyan keretet, egy játékos állományt hozzunk össze, aki alkalmas arra, hogy kiharcolja az MB1-be jutást. Ehhez meg kell találni a jövő évi csapatot, le kell tenni egy költségvetést a Bálinnak. Az ügyvezetés, a menedzsmentnek pedig az a feladata, hogy a napi jogi pénzügyi dolgokat kezelje, és közösen velük egy olyan költségvetést tegyünk le, ami a jövő évi működésünket biztosítja. Bálint ezt átnézi, elfogadja, és úgy, mint eddig, biztosítani fogja hozzá az anyagi feltételeket. A csapat a szabadnapját követően a legutóbbi fordulóban 3-1-re legyőzte a Reacot, vasárnap pedig Miskolcon a Diósgyőr 2 ellen lép pályára Mátyus János együttese. Amikor még 5 meccsünk volt hátra, úgy kijelentettem a srácoknak, hogy egy ilyen kis mini bajnokságot szeretnék csinálni a hátralévő szakaszból, 5 mérkőzésből. Az első állomást abszolváltuk. Viszont most jön a legnehezebb állomás olyan szempontból is, hogy tudom azt, hogy mit jelent a szurkolóknak elutazni Nyíregyházáról Diósgyőrbe. Biztos, hogy rengeteg miskolci szurkoló is ki fog látogatni mérkőzésre. A keleti derbinek hatalmas hagyománya van. Az más kérdés, hogy persze most a másik csapattal találkozunk, de ahogy hallottam, eléggé olyan megspékelt kerettel fogunk találkozni, hiszen rengeteg erősítésük lesz. Ha így állnak fel, ha úgy állnak fel, akárhogy állnak fel, nekünk a Diósgyőr ellen mindenképpen nyernünk kell. Az NB3 keleti csoportjának élén a Nyíregyháza Spartacus áll 71 ponttal, megelőzve a 69 pontos, egy meccsel többet játszó Ceglédet és az 59 pontos Cigándot.